nem kényszerből, hanem késztetésből zenélünk. Így tartja a mai vendégünk, akinek Székelyföldön alakult zenekara, alig egy évtized alatt az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb formációjává nőtte ki magát. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a kontúrban. Meleg az otthontól fűtöttél, csak az kell, hogy jó legyél, Bagosi Norbert, énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró, a fonogram magyar zenei díjas, Bagosi Brothers Company frontembere. A művészetek közül először a tánccal került kapcsolatba, 12 éves korától a break és a hip-hop technikáját sajátította el, majd a későbbiekben táncoktatóként dolgozott. A zenével viszonylag későn, 15 éves korában került kapcsolatba, amikor eldöntötte, hogy gitározni tanul. Öccsével Bagosi Lászlóval közösen alapított zenekara 2013 májusában alakult. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az Erdély rádiók mellett számos külhoni, magyar területen működő, illetve magyar Magyarországi Rádióadó is. A máig változatlan felállásban játszó Gyergyó Szent Miklósi zenekar ismertsége egyenletesen és gyors ütemben emelkedett. A Babosi Brothers Company energikus, közönségcentrikus koncertjeivel rövid idő alatt vált előbb az erdélyi, majd az egész kárpát medenzei magyarság egyik legnépszerűbb koncertzenekarává, a legszebb erdélyi magyar dal cím 2019-ben elnyerték az év akusztikus koncertje díjat a Petőfi zenei díjon, majd 2020-ban az év videoklipje, az év férfi előadója és az év zenekaradíjakat. A legnépszerűbb videó megosztón elérhető klipjeik sok milliós nézettségűek. Eddig megjelent négy nagy lemezük többszörös arany és platina lemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el, melynél nincs Magyarországon magasabb lemezeladási fokozat. 2022-ben a Paplászló Budapest Arénában teltházas koncertet adtak. Sok szeretettel köszöntöm Bagosi Norbertet a stúdióban, és nem ezzel akartam kezdeni, de az történt, hogy miközben néztük ezeket a képeket, ilyeneket mondta, hogy hú, milyen hosszú szakállam volt. Na hát nem szoktuk visszanézni a felvételeket. Az, ami kiegér, az meg a barbi volt, Ö, mármint hogy a testvérednek a párja. Szóval, hogy miért nem szoktátok visszanézni a felvételeket? Nem tudom, egész egyszerűen úgy, ahogy, ahogy, tehát legelőször megnézzük, amikor elkészült, és rögtön eldöntjük, hogy oké, okay, ez rendben, van és vagány lett, és van aztán egy olyan, amikor kiadjuk a közönségnek, utána megnézzük azt, hogy váó, az első percekben milyen a reaktor, és utána szerintem az úgy bekerül a megcsináltuk fiókba, vagy nem tudom, és onnan, onnan már annyira nem. Elengeditek, hogy jó, ez meg volt menjen és keresünk valami új? helyzetet? Abszolút, a jövőre tekintünk előre is, és, és tényleg ami, tehát soha nem lehet befejezni ugye egy festmény se, egy dart sem, egy klipet sem valószínűleg, de előbb-utóbb ki kell engedni, és ha kiengedtük, akkor utána meg nem szeretünk azon pörögni, hogy milyen lett volna, ha már visszük el. Aj, de jó, hogy szóba hoztad a festményt, mert egyszer azt mondtad, hogy a zenélésre is festményként, vagy festésként tekintesz. Erről mesélsz egy kicsit? Ilyen, tehát képeket látok hamarabb, mintsem sem, hogy, mint sem, hogy közölni szeretnék kimondottan valamit a, a, a szövegeimmel. Tehát, inkább ilyen szerintem ilyen abstrakt és fantázia világot látok magam előtt, ahol olyan dolgok történnek, ami amúgy a való világban lehet, hogy nem lehetségesek, vagy lehetségesek, mert szerintem minden lehetséges, és azt, azt írom le. Megpróbálok leírni egy festményt, ami nem annyira kézzelfogható. Azon gondolkodtam, hogy akkor ez a te alternatív univerzumod, amiben így történnek a dolgok, ahogy megírod. Há, igen, végülis az, igen, igen. Azt mondtad, hogy a jövőbe szerettek tekinteni, annyiban tekintsünk most a múltba, hogy olvastam tőled valamit, ami engem nagyon megragadott azzal kapcsolatban, ahogy leírtad a zenélést. Nevezetesen, hogy amikor elkezdtetek zenélni, akkor az olyan volt, mint amikor egy hógolyó elkezd gurulni, és akkor így vele gurultok, tehát egy ilyen lavinává duzzad. Ez régen volt. Most milyen élmény a zenélés? Hmm, abszolút hasonló. Annyi, hogy... Um most próbálok jó ilyen szinonimát találni erre, de, de ez elég jó volt ez a hógolyós dolog. Annyi, hogy most talán olyan fázisban van a zenekar, hogy, hogy, most abszolút járatlan utakat kell keresni magunknak. Tehát most nem az van, hogy tudjuk, hogy egy bizonyos koncert helyszín után jöhet a következő, és akkor ezt a lépcsőt kell még megmászni, és azt a lépcsőt, hanem most, most abszolút határa csillagoség, és ilyen, ilyen kreatív módon lehet megoldani a, a következő lépéseket. De mi az, hogy kell? Ez azért izgalmas, mert a, ezzel a hatalmas sikerrel, amit elértetek, nyilván ebbe bele lehetne kényelmesedni, szóval hogy ezt úgy lehetne élvezni, lehetne egy kicsit olyan értelemben semmit sem csinálni, hogy csak letolni a felépéseket estiről estire és élvezni azt a rajongást, ami körbeveszünk. Hát de nem, de kell, kell és magunk miatt kell, pont azért, mert azért szerintem hát szint a nagy része a zenekarnak biztos, hogy olyan, mint, mint én, és én mondjuk a tengerparton feküdve azért mondjuk másfél napnál többet nem bírok ki, de lehet, hogy egyet sem, tehát hogy az jó egy pár órát, meg vagány, de azért utána nekem valamit csinálni kell és, és, és kell, de azért kell, mert jó, tehát nagyon-nagyon szeretjük és akkor nyilván az ad, az ad életerőt, hogy valami újdonságot, valami vagányat, valami ott, ami pesdíti a lelkünket. Különben hogyha az ember meghallgatja egymás után a lemezeiteket, akkor ez a furcsa élménye van, hogy mindegyik teljesen más, de mégis mindegyikben van valami, ami nagyon hasonló. Ez így helytálló nektek is? Tehát nektek is ez az élményetek van a saját munkátokról? Ö, igen, tehát mi mindig szeretnénk újat varázsolni bele, és szerintünk sikerül is, de am amúgy, amúgy nem mindenki gondolja ezt, szerintem, Öm, tehát olvastunk már olyan kommenteket az interneten, hogy ez olyan, mint a másik dal, meg nem tudom holott, mi tudjuk, hogy nem, mert egy csomó minden más, más van benne. Ezek bosszantanak, amikor olyat olvasol, amit te nem úgy gondolsz? Ö, nem. Nem, nem, ez, ez is így elosztódik a zenekar, hogy ki az mondjuk akit, akit jobban zavar, ki az, akit nem, engem én, én, úgy, én, úgy, én úgy, úgy kezelem, hogy nem tényleg nem foglalkozok vele. Tehát az építő a odafigyelek, mert nyilván az jó, hogyha, ha, ha tud tanulni, okulni az ember bármiből, de amúgy, amúgy arra, ami lehúzna, arra próbálok nem is. Jó, hogy ezt a szót mondtad, hogy lehúzna, mert valahol azt mondtad, hogy az igazi mélység, a mély dolgok azok a szomorúságban vannak, de kell a, a happy end. És azon gondolkodtam, hogy mi volt az, ami téged nagyon elszomorított az eddigi életedben, pályádon, magánéletedben, és amiből azért nehéz volt megtalálni a happy endet. Wow. Szerintem pont azért, mert, mert dalokat írunk, ezért hosszú távon nem szomorítás semmi. Tehát nem hiszem, hogy így elkísérne az utamon egy, 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 állandó szomorúság, hanem mármint egy bizonyos szomorúság, hanem, ha nem vannak ilyen rendes hullámvölgyek, el tudnak a dolgok nagyon szomorítani, és abból meg ki lehet lendülni egy-egy, ha kiírod magadból. És mi tud nagyon elszomorítani? Na, nem tudom, egész egyszerű hétköznapi dolgok. Tényleg például? Hát, keresek van konkrétat, nem tudom. Tényleg ilyen nagyobb dolgokat tudnék mondani, Mond. mint az emberi gonoszság, uh -huh. meg nem tudom, a miért jó dolgunkba bolondulunk meg, meg ilyen dolgok. Hmm. Azért is hoztam szóba ezt a szomorúság kérdést, mert hogy a dalaitok is olyanok, hogy egy ilyen keserédes hangulatot tükröznek, ami valljuk be azért a magyar néplélekhez elég jól megy, szerintem ez a sikertitka, hogy jól megy a magyar néplélekhez? <síns> hát nem tudom, hogy mi a sikertitka. A, a... A, mi is szerintem egy kicsit ilyen emberek vagyunk, tehát hogy mondjam, a, a, akkor jó a meleg, mondjuk akkor jó oda menni a tűzhoz, a, a kályha mellé, hogyha előtte voltál a hidegbe a hóba, tehát akkor jó enni egy nagyot, hogyha előtte pakoltad a fát, tehát mindig, mindig kell valami, nem? Tehát az egyik ahhoz, hogy a másik is legyen, uh -huh. kell a, a rossz is ahhoz, hogy a jó legyen és valahogy szerintem ez a, ez a normális és ekkor tudjuk értékelni a dolgainkat és a, a dalokban is valahogy így köszönhet vissza ez a, Önmagától értetődő természetes dolog. Pakoltad a fát, na nem tudom kihagyni, hogy vissza ne ugorjunk a gyerekkorba, amikor tényleg pakoltad a fát, ugye egy gyergyon születtél, testvéreddel együtt, és ott egy olyan házban laktatok, ahol bizony nektek kellett a fát pakolni, és a rendszerváltással egy időben születtél. Te mit érzékeltél gyerekként abból a furcsa nyilvánvalóan átmeneti időszakból, és érezted-e a kisebbségi létet, hogy ez egy kisebbségi lét, amiben ti ott vagytok? Mm, én, én, semmit nem éreztem tök őszintén. tehát én a... nekünk nagyon jó gyerekkorunk volt, a egész nap játszottunk a porba, vagy kint az udvaron, mindenfélét kipróbálhattunk, szedtük a puskagóvikat a domboldalon, és nem tudom, már ötödikesen neki fogtunk ugye pörögni a fejünkön, tehát nagyon sok mindent ki tudtunk próbálni. A... A, igen, a faordással, meg, meg, az annyi, hogy egy 50 négyzetméteres lakásban ültünk fel, és négy különböző kályha volt, és mind a négybe az tüzet kellett rakja. Tehát ez volt az izgi, nem is az, hogy, nem is az, hogy egy vegyes tüzelésűbe a pincébe megrakod, és akkor meleg van az egész házban, nem. Minden egyes alkalommal mindig külön kellett, de ez abszolút vagány, vagány rituálé volt, és a... És, Tele um... le voltatok ilyen vagány egyébként családi rituálékkal? Igen, de nem, nem, tehát nem tudnék én valamit úgy külön kiemelni, mert egész, egész egyszerűen jó volt ez, tehát hát igen, fel kell, kelni reggel korán, és akkor fáj, nyilván amikor kém, mondjuk a két év különbség öcsém is köztem, amikor van az az időszak, amikor nagyon számít az a két év, akkor biztos, hogy nagyon sokat szóltam én neki, hogy azért öcsikem most te kéne menjél, és lehet, hogy többször, mint én, mert te vagy a kisebb, de aztán nyilván ezeken... Ezek aztán kiegyensúlyozódnak Persze. az idővel. Édesanyátok nevelt fel titeket, és ezt sokszor elmondtátok már, hogy nyilván ez egy nagyon szoros védés DAT szövetségé vált köztetek. Hogyan támogatott titeket a, mondjuk úgy, hogy a művészi kiteljesedésben? Ö, abszolút mindenben is maximálisan. Tehát a, a legnagyobb támogatás az tényleg az, hogy, hogy dobszerkót vihettünk a kicsi szobában, és ott püfölhettük, és nem szólt érte egy szót sem, hogyha, tehát bármiféle álmunk volt, ugye sportot, zenét, hobbit, illetően mindennek teret engedett, és tényleg bármiben maximálisan kérhettük magunkat, és valószínűleg ennek köszönhető az, az, hogy, az, hogy most itt vagyunk, tehát soha nem volt az, hogy hogy, hogy ezt fiam, ezt ne, azt nem. mondjuk a másik az, hogy nem hiszem, hogy, tehát nem voltunk azok a nagyon rossz gyerekek, inkább ezek a csibészek, uh -huh. hát mi ilyenek a fiúk vagy... De hogy valami olyasmi mentalitást hozol ebből, hogy mindent lehet? Hát gondolom, hogy ilyen észérveken belül, meg normális határokon belül, de valószínűleg mi, mi, azokon kívül meg nem igazán merészkedtünk. Tehát, hogy tényleg az a, a játszasz egész nap, sebes lesz a térdet, hát jó, azt majd bekötözzük, hello. Hát Tehát egyfajta természetességgel megélni a dolgokat, semmiből sem túl nagy ügyet csinálni valami Igen, esként? igen, talán semmiből sem nagy problémát, nagy ügyet, és semmi, mindent túl lehet élni, mindent át lehet lépni, mindig van jobb, ha el sem fel kell állni, ezek a... Azt mondtad, mindent túl lehet élni, mindent át lehet lépni, ne válaszolj, hogyha nem akarsz, de hát nyilván az, hogy az ember úgy nő fel, hogy nincs édesapa mellette, ez valamilyen módon hat rá, akár úgy, hogy megerősödik, akár másképpen. És van, aki azt mondja, hogy mivel nem tudja, hogy milyen, amikor van édesapja is, vagy édesanyja is ugye egy másik helyzetben, ezért tulajdonképpen természetes neki ez a helyzet. Neked milyen volt ez a helyzet? Abszolút természetes. Ez pont jó volt a, a, a vége, mert. Tehát nekünk ez volt a normális. Ugye mindenkinek az a, az a normális, hogy felnő. Én azt szoktam mondani, hogy mindenkinek a. mindenkinek ugyanakkor a problémája, csak csak azt hiszi, hogy az övé a legnagyobb, holott mindenkinek a, az a fájdalom, amit érez, az az öröm, amit érez, az neki, az neki szerintem egy szinten van, ugye, ugye, mindenkivel. Nem tudom, hogy jól, jól mondom-e, vagy érthetve-e, és, és nekünk ez abszolút teljesen normális, normális volt. Most egy kicsit visszatérünk a zenéhez, méghozzá egy olyan valakivel folytatjuk, akinek a gitár szeretetét köszönheted. A zene jó eszköze annak, hogy a feszült helyzetekben menedéket találj, vagy a György László filozófia tanár, akinek gondolatébreztő gitárestjei is hozzájárultak ahhoz, hogy egyszer megalakulhasson a Bagosi Brothers Company. Most vele folytatjuk. Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Norbival a kapcsolatunk nem is annyira ilyen zenei vonalon ment a mélyebb kapcsolatot. Tehát úgy nem is volt annyira a gitáresteken kívül ilyen közös fellépésünk, ugyanis. Norbinak a szerepe és az én szerepem az ilyen zenei csapatokban az nagyjából hasonló, tehát a frontember vagyok én is, meg ő is a frontember szerepet kedvelte, és ezért uh, ilyen közös uh, fellépésünk ritkán volt, hanem inkább a barátságunk mélyünk kirándultunk, a hegyekbe sokat, meg uh, filmet néztünk, uh, beszélgettünk nagyon sokat igazán, mert én filozófia tanárként uh, az életnek a mélyebb dolgait próbáltam egy kicsit felszínre hozni, és hogy arra irányítani a figyelmet, ami szerintem fontosabb, és akkor ő nagyon érdekelt volt. Ilyen ügyekben is jókat tudtunk beszélgetni, egy-egy filmet is, amikor megnéztünk, akkor olyan jó beszélgetések alakultak ki. És mondom, hogy inkább ilyen lelki kapcsolat mélyült el úgy köztünk, nem annyira a zenei téren, hanem barátság alapunk. más, ugye te is édes... Nagyon sokszor eh, nyomon tudom követni így a, a szövegekbe azokat a részeket, amik, amik határozottan valahogy hozzám kötődnek, én szerintem legalábbis, aztán nyilván, hogy nem én vagyok az egyedüli ember az ő életében, aki ilyen hatással volt rá, de hogy tudom például az egyik dalban, amikor beszél arról, hogy, hogy elmenni egyetemre és tanulni valamit, mondjuk filozófiát, benne van az egyik dalában, hogy persze rögtön az itt eszembe, hogy hát ő ekkor nem véletlenül említi a filozófia egyetemet, mert hogy Tényleg nagyon érdeklődött ez a téma iránt és jókat-jókat beszélgettünk. Tényleg hozzá kötődik abban a dalban ez a bizonyos rész? <laughs> Abszolút, de, de nem, szerintem nem mondani valóban, hanem egész egyszerűen az a, az a filozófiai, filozófia dolog. Uh -huh ami miért vonz téged annyira? Hmm, én szerintem mindig is szerettem beszélgetni a nem, nem a, nem úgy mondom, hogy nem a világi dolgokról, de nem, a, nem az, inkább, más dolgokról, a, a, létünkről, a jóistenről, a, a szerelemről, a, a bármi olyan dologról, ami, ami nem kézzelfogható, ami nincs, amit nem lehet egyszerűen megmagyarázni, vagy nincs biztos magyarázat rá, hanem inkább, inkább csak a fantáziákat engedik. És szerintem ez is igen, a, a fantáziáról szólhat, talán. Tehát, hogy ezek a dolgok, vagy az erről való gondolkodás, az segít felszabadítani a fantáziát, ami pedig az alkotás segíti? Lehet, vagy egész egyszerűen párhuzamosan, párhuzamosan működik. Tehát én az az ember vagyok, aki felnéz az égre, és, és látja a csillagokat, vagy a napot, vagy a felhőt, és, és azt, arra én nem igazán vagyok kíváncsi, hogy az nem tudom, fizikailag az micsoda, meg hogy működik, hanem inkább, inkább valami mesebeli dologra vagyok ott kíváncsi, hogy mi lehet ott mégis. De jó hasonlat volt az, hogy mesebeli. Épp azt akartam kérdezni, hogy a jó Isten emlegetted, hogy ez nálad valami vallási dologhoz köthető valami, vagy ez valláson felül álló valami fajta hit? Hmm. Általános hit ilyen általánosít inkább. Tehát a, a, én tényleg én szeretem a, a misztikumot. A, a hiszem, hogy valamiért születünk, hiszem, hogy valamiért meghalunk, hiszem, hogy ha meghalunk, akkor nem csak meghalunk, és hogy, és hogy mindennek kell legyen valami nagy értelme, amit szerintem nem fogunk megérteni értünkben, de úgy a szép, hogyha keressük, mert akkor, akkor utakat tudunk találni neki és, és tényleg ilyen, ilyen, ilyen mélyebb értelmet az életünknek azon kívül, hogy, hogy csak vagyunk, hogy vagy legyünk és akkor ez, ez foglalkoztat és ez, és ez szerintem elkísér úgy végig az utamon. Az utat emlegetted és hát nagyon nagy utat tettetek meg Gyergyóról mondjuk úgy, hogy Budapestig és a helyi kisebb közösségeknek adott koncertektől ugye az arénáig, ezen az úton hogy lehet maga biztosan végigmenni anélkül, hogy ilyen nagy kilengések legyenek benne kívülről, ez úgy tűnik, hogy ez egy ilyen, vzú, ilyen pálya volt. Lehet, hogy belülről azért máshogy éltétek meg. Mm, nagy kilengések nem voltak, vagy vagy nagy félelmek, tehát uh, mi, mi, mi azt csináltuk, amit nekünk kellett csinálni, így, így ahogy a legenén veszítünk, kellett, tehát minket ez foglalkoztat, mi erről álmodtunk legelőször, nem találtuk ki az utat hosszú távon, tehát nem az volt, hogy... Uh, Megalakítottuk a zenekart, és uh, tudtuk, hogy mondjuk az elkövetkezendő tíz év, hogy, hogy fog tenni és mivel fog tenni. De de van egy ki nem mondott uh, nagy álom, amiről mindenki álmodik, amikor legelőször gitárt vesz a kezébe. Tehát az mondjuk egy arénás koncert például, és, uh, és az ott van. De azt nem mondja ki az ember, az csak úgy leveg a szem előtt. És, és egész végig egy ilyen kimondatlan, álomszerű dolog mindig hajt előre. és uh, és azt gondolom, hogy mindig a megfelelő időben voltunk a megfelelő helyen, mindig nem zenértünk nagyobb tömegnek, nem kerültünk nagyobb színpadra, mint amire készen álltunk, körbeártuk szerintem tényleg minden fesztiválnak, minden egyes színpadát, tehát jártunk a legkisebbtől a legnagyobbig és és, és úgy tud őszinte maradni ez az egész dolog, hogy akkor tényleg minden helyzetben kipróbálod magad is és tudod, hogy miről beszélsz végül is. Uh -huh. Tehát kicsit a jó időben jó helyen, de egyfajta mértékletesség elve is segített titeket ebben? Mm, igen, de, de valószínűleg ez, ez nem, tehát nem mutasítottunk azért mi vissza nagy dolgokat azért, hogy még ne lépjük meg, hanem valahogy ez egész egyszerűen tényleg ez, 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 ez így alakult. Most a nagy útonlevés közben, mert azért folyamatosan járjátok az anyaországot is, meg nyilván Székelyföldet is, meg mindenfelé a Kárpát-medencében, hol vagy otthon? Vagy mit jelent Budapest mondjuk Gyergyóhoz képest? Azt gondolom, hogy a, hogy a család meg a barátok, az, az az otthon és én imádok utazni, szeretek úton lenni, látni új dolgokat, de legfőképpen nem vagyok egy ilyen otthon megpihenünk sokat típusú ember, hanem tényleg jönni menni szeretek, de ott érzem a legjobban magam, ahol, ahol körülvesznek a, a gyerekkori barátaim, a család, ahol együtt tudunk lenni, és most, hogy, most, hogy ilyen két laki életet élünk az egészen, ez sem... Tehát így is otthon érezzük magunkat, mert mondjuk édesanyám rengetegszer meglátogat, amikor nem én megyek az akkor öcsém van otthon, ezeket mindig keverjük össze-vissza, és, és, tényleg olyan az életvitelünk, hogy, hogy oda tudunk figyelni arra, hogy, hogy ezeket a dolgokat megkapjuk. Mindezek mellett mi az, amit mondjuk a gyergyói közegből hoztál magaddal, mondjuk úgy, hogy értékrend, vagy mondjuk úgy, hogy sarokpontok, amik, amik mentén éled az életed? Hmm. Nem biztos, hogy tudnék konkrét dolgokat mondani. A... Hát amilyen vagyok, magamat, magam, magamat hozom otthonról. De lehet, hogy, hogy ez az önazonosság egyébként, hogy mindenhol annak lenni, aki vagy, és hogy a nagyvárosban sem elveszteni ezt az önmagadat, de lehet, hogy túl messzire mentem ebben. Innen folytatjuk a beszélgetést, mert megint következik valaki, akit jól ismersz. Bagosi Norbert öccse a nála, két évvel fiatalabb Bagosi László basszus gitáron és hangszerelőként vesz részt a közös zenekarukban, és gyermekkori élményeik mellett kettejük első gitárjáról is mesélt nekünk, ő következik most. valamit elkezdett ő, akkor én a jó kis testvérhez méltó módon, vagy rögtön, vagy egy pár évre rákövettem. A gitárt viszont, ha jól emlékszem, azt én csempésztem be a családba, úgyhogy akkor fordult a kocka, mert hogy akkor Norbi kezdett követni, vagy izgalmas volt számára is, és ebben nagyon-nagyon össze, összetalálkoztunk. Talán azt is mondhatnám, hogy ekkor értünk, mint testvérek össze, ezt, ezt abban az értelemben mondom, hogy hogy addig ez a két évkor különbség, ami van köztünk, ez voltak éppen, amikor én 13 éves vagyok, akkor, és ő 15, akkor ilyen nagyon nagynak tűnik, és ekkor volt ez, amikor tényleg újra lett egy nagyon erős közös érdeklődési pont. Én csak jó érzésből gitároztam, norv, viszont, már akkor ilyen tudatosan tudta, hogy ebből zenekart kell csinálni nak ez a, ez, a, ez a személyisége, hogy ő, ő, ő mindig, tehát ő mai napig álmodozónak tartja magát és mai napig is szerintem közülünk a legnagyobb álmodozó és emiatt is tartunk ott, ahol tartunk, mert mindig folyamatosan fel tudta önmagába tenni annyira lécet, ami kvázi mindannyiunknak egy kihívássá vált. Itt vagy, Nekünk ez a kettős élet, ami a Amiután ugye kijöttünk Magyarországra, ez, ez, ez beállt egy eléggé eleinte nyilván nehézkes útra, aztán folyamatosan hozzászoktunk a, a budapesti élethez. Azt gondolom, hogy folyamatosan szükség van a, a, a hazatérésre, de folyamatosan szükség van a, az ingerekre is, és arra, hogy kijöjjünk Budapestre, és meg tudjuk tapasztalni, hogy milyen nem tudom a székelyembernek Budapesten élni. Meg ugye a budapestieknek vagy az anyaországban élőknek megmutatni, hogy milyen is Székelyföld, mert rengeteg módon próbáljátok ezt, akár a klippekben, akár a lemezekhez kiadott könyvekben, vagy akár például egy túrafüzettel mutatni. Miért fontos ez? Hogy megmutassátok, hogy milyen is az a hely, honnan ti jöttetek. Hmm, hát mindenki azt hirdeti, ami az övé, ugye nekünk. A... Első perctől volt egy olyan gondolat, hogyha hogy ahogy nő a zenekar és nő a rajongó tábor, úgy, úgy, akkor meg szeretnénk mutatni, hogy mi az érték számunkra. És, és nyilván ahol mi felnőttünk, az, az, számunkra egy érték, a, a hegyi levegő, a fenyőfák, a magaslata, nem tudom, és, és nyilván aztán azok, a, azok az értékek, ahogy, ahogy, felnőttünk, hogy jóként játszani a, a, a hegyoldalba, és jó szánkozni, és, és ilyen dolgok már a leges években az ilyen merchandise termékenket azt a helyi, helyi termelőkkel csináltattuk, és fából is próbáltunk odafigyelni a lábnyomunkra, és most hogy, most, hogy, már több emberhez tudunk szólni, így akkor több ilyen, ilyen projektbe veszünk részt, ugye a, a, a fát ültetünk, ezt majd szeretnénk amúgy, amúgy növelni jó nagy létszámú erdőre, Um, ugye 2000 fát ültettetek, hogyha jól tudom. Ez volt az utolsó, igen, mert, mert ez már egy több éve indult projekt, és, és aztán idáig nőtte ki magát, ezt aztán szeretnénk még, még rendesen növelni. Aztán meg a, az otthoni turisztikai látványosságokat azt mindenképp megmutatni mindenkinek, mert tényleg olyan csodálatos dolgok vannak nálunk így eldugva, amit, amit érdemes látni, átélni, megnézni, és pont ezért csinálunk ugye olyan akusztikus változat tokat a dalainknak, amiket olyan helyen veszünk fel, ami, ami izgalmas, De mondjuk egy medvelesben, miközben jönnek a medvék, és mi ott ott zenégetünk halkan, vagy a VFR általán egy egy, egy függőhídon. Egyébként azon gondolkodtam, hogy mi lehetett az a pont, tudnál e ilyet mondani, vagy mondjuk úgy, hogy hogy érned le azt a folyamatot, amikor rájöttél, hogy ti már ott tartotok, hogyha ti mondtok valamit, vagy ti szerveztek egy akciót, azt tényleg figyelni fogják, abba tényleg bekapcsolódhatnak, szóval, hogy van egy olyan felelősségetek a példamutatásban, ami már sokkal jelentősebb, mint ahogy az elején elindult ez az egész történet. Ebben is mérföldkövek voltak, ugyanúgy, mint a koncertre járó nézőszámba, tehát ö, nekünk, mi azt soha nem értük át tényleg, hogy, hogy egyszer csak öt ember volt és aztán ötezer, hanem hanem mindig volt egy picivel nagyobb lépték, ami, aminek mi nagyon örültünk és tényleg meghatódtunk és, és elállt a szavunk, hogy mi történik, de rengeteg ilyen volt, tehát tényleg a, a, az akvárium kishalba zenéltünk, azt hiszem és akkor, akkor is a menedzserünk Szalai Attila mindig ő, ő, ő tudta, hogy most erre, erre vagyunk képesek és mi, mi nem hittünk ezekben a dolgokban vagy, vagy mindig tartottunk vagy féltünk egy picit, hogy ez biztos, hogy nekünk meg kell lépni és ő, és ő azt mondta, hogy ezt most be kell vállalni fiúk, és akkor bevállalás, és nem tudom, még 181 volt elfogyva aznap reggel, amikor volt a koncert, és, és délután, vagy estére elfogyott az egész. És ugyanez volt a Nagy Hallal, ugyanez volt a Budapest parka és ugyanez minden, minden, egyes ilyen helyszínnel azt hiszem, hogy, hogy mindig van egy pici előre, egy pici egy újdonság, egy meglepettségérzés, egy, egy újabb rácsodálkozás arra, hogy tényleg milyen, milyen, milyen hatással tudunk lenni az emberekre És embereknek. ebbe ez is nyilván beletartozik. De te ezt feladatotoknak, vagy ti ezt feladatotoknak érzitek, hogy továbbra is bizonyos kérdésekben példát mutassatok, állást foglaljatok? É, igen, igen. De nem nem feladatnak érezzük, hanem ilyen, ilyen élet normális velejárójával. Tehát, hogy é, é, ne, nem feladatnak, mert a feladat az uh -huh. szerintem az picit olyan, nem tudom, mint a házi feladat. Soha nem szerettem házi feladatnak csinálni. <laughs> az olyan kötelező, igen, Igen, ez, nem ez meg maga. nem kötelező, hanem ezt Aha. abszolút abszolút érezzük, és, és kihívást jelent számukra. Uh, azt elmondod, hogy mennyire apró lépésekben építkeztetek. de hát mégiscsak az volt, hogy ti Erdélyben, Székelyföldön, mondjuk úgy, hogy azért már nagyon ismertnek sztárnak számítottatok, amikor itt Budapesten gyakorlatilag a nulláról kezdtetek el építkezni. Mi volt az, ami ebben a közegben azért meglepett, vagy, vagy váratlanul ért az új közegben Budapesten? Hmm, váratlanul azért, ami, ami után nem tudom, 1000-1500 embernek játszunk, és, és tényleg szinte mindenki fújja kívülről a dalokat, és akkor azt hiszem persprintben játszottunk legelőször talán. De nem akarok kieslyet mondani, és, és elő voltunk, és három-négy-öt ember át előttünk kb. a színpadon, és ők is szerintem csak azért hallgatták, mert úgy jó szerűnek látták, vagy hallották a, a zenekart. És újra kellett építeni szép lassan. Ez volt. Nem, és azt mondom, hogy meglepő, mert nyilván tudtuk, hogy új vizekre vezünk, és hogy, és hogy az is lehet, hogy nagy falat, tehát uh -huh. nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk, de akartuk, és szerettük, és, és csináltuk, de az egy izgalmas, izgalmas rész volt, azt tényleg, tehát a nulláról ugyanúgy újra kellett építeni, ugyanúgy még egyszer a dolgot. Az ragadt meg bennem, hogy valahol olvastam, hogy volt olyan, hogy bezsúfolódva egy személyautóba öten kezetekben a hangszeretekkel csak egy interjú kedvéért eljöttetek Budapestre. Na ehhez azért kell valamifajta kitartás vagy valami fajta olyan szorgalom meg alázatosság szerintem, ami azért nem mindenkinek feltétlenül a, a sajátja, te egy ilyen nagyon kitartó, nagyon szívós típus vagy egyébként is? Nagyon kitartó, makacs típus vagyok. Makacs? Igen, és, á, abszolút, igen, és ilyen, és ilyen végletember, tehát szerintem ez a, igen, tehát hogyha valamit csinál, az ember azt csinálja rendesen, és akkor annak nekiállunk, és ha beletörik a bicskának, akkor is megcsináljuk, mert mert muszáj megcsinálni. Um, igen. Most, hogyha sztereotípiákban gondolkodnék, akkor azt mondanám, hogy makacs székely ember, de hát nem akarok ilyen sztereotípiákban gondolkodni. Viszont azon gondolkodtam, hogy nyilván öten vagytok együtt, öten zenéltek együtt, és ez a makacság azért biztos megjelenik a közös munkában és ezt hogyan viselik a többiek, amikor makacs vagy. De általánosságban, hál' Istenek, egy irányba vagyunk, makacsak. Mert azért a, több, tö, 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 szerintem a többiekben is van, abszolút. Most gondolkodom, de valószínűleg az első években sokkal több összezördülés lehetett, akkor, akkor, sem, akkor sem nagy, csak mostanra már abszolút kialakult az, hogy ki miben jó, ki, ki mivel szeret foglalkozni, kinek kell teret adni bizonyos dolgokban, nem tudom, régen én is mindenbe bele akartam szólni, hogy aztán mindenben legyünk benne és mindent is csináljunk mi, Uh, aztán ez nagyon szépen kialakul, hogy egy idő után ugye mindenre nem lesz ideje az embernek, és, és akkor mi az, amiben jó, és akkor ez hogy osztódik el, és, és szerintem... megtanult megtanultál szabadságot adni a többieknek? Uh, abszolút, megtanultunk szabadságot adni egymásnak, és, és megbízni egymásban, uh, azon a téren is, hogy ami, ami mondjuk, uh, én azt gondolom egy dologról, hogy az nem biztos, hogy jól működik, meg nem biztos, hogy vagány, de, de, de a társunk bízik benne, és ő tudja, hogy szerinte igen, akkor, akkor lehet, hogy neki van igazán ő jobb benne, vagy jobb, jobb érzéssel, jobb érzése van neki a dologhoz. Azt mondtad, hogy úgy működtök, mint egy család, Nyilván ezt úgy szokták mondani az emberek, hogy, hogyha együtt dolgoznak, hogy hát mi olyanok vagyunk, mint egy, egy család, de a ti esetetekben ugye tényleg az van, hogy sokkal, egyrészt tényleg család vagytok bizonyos, bizonyos tekintetben, másrészt meg, hogy előbb ismertétek egymást, előbb voltatok barátok, mint hogy elkezdtetek zenélni, ez át tud lendíteni a holtpontokon? Abszolút, szerintem igen, persze, tehát hogy a... a mindig is a barátság, mert a testvériség sokkal fontosabb, mint a zene. Tehát mi, mi nem tudom, amikor elkezdtünk, elkezdtük a zenekar Zsombi, nem tudott hát bal kézzel harmonikázni semmiképp, mert, mert ugye billentyűzni hívtuk, aztán hege, hegedülni kezdett, mert az elfért az autóba, billentyű nem, a hegedűk eljött, akkor ezért lett harmonika, de harmonikálni nem tudott. Atta egész végig akusztikus gitározott, tehát akkor lett elektromos gitáros, amikor igazából elindult a banda, és ez, ez volt a fontos, hogy mi együtt legyünk, hogy együtt csináljuk, hogy, hogy vagy együtt élvezzük ki ezeket a pillanatokat, és, és így nőtt fel a, tehát a, a zenekar nőtt fel a barátsághoz, vagy valami ilyesmi lehet is. Na ez a gyönyörű végszó, átmenetileg a végszavunk, mert megint jön valaki, akit jól ismersz. Egy olyan meghatározó zenész kolléga következik, aki példaképe, barátja, majd szerzőtársa lett Bagosi Norbertnek, a republik vezetőjével Boros Csabával folytatjuk. nyomendőző van egy barátunk, aki úgy hívnak, hogy német Dezső. Dezső bácsinak van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen, egy -e missziója, fiatal zenészek felfedezése. És egyszer azt mondta nekem, mi kéne menni Gyergyó Szent Miklósra, december 6-a Szent Miklósi napokra játszani egy koncertet. Egy nappal előtte megérkezett a zenekar, és egy ilyen klubszerű valamiben mentünk be, arra emlékszem, hogy baromira jó volt a cserépkája, nagyon jó fűtött a cserépkája és ott volt a Bagosi Brothers Company. És mi akkor ismerkedtünk meg a, a fiúkkal, jól elbeszélgettünk, meg eliszogattunk, elgitározottunk és megbeszéltük a következő napi koncerten, ez december 5-én este volt, de december 6 án a koncertek fellépnek, és eljátszunk egy Bagosi dalt, meg eljátszunk egy Republik dalt közösen. Valahogy így kezdődött egyébként az ismeretségünk, aztán úgy folytatódott, hogy a zenekar egyre inkább kezdett berobbanni a köztudatba, egyre több koncertjük lett Magyarországon, és jött egy ilyen óhaj, hogy szeretnének két hetet a Balaton partján tölteni, és akkor hát én meg a feleségem szereztünk nekik egy házat, pontosan itt réjen szembe az utca túloldalán, ahol mi vagyunk Balaton fűzfőn, így aztán elindult a nagy barátkozás, meg a közös baratoni ny nagy ö, nyári esték ö, átbeszélgetése, átzenélgetése, és azóta ilyen családi kapcsolatban vagyunk, de szinte minden egy-egy A sorsban a az, hogy biztosak nem tudunk. Azt hiszem, hogy a Norbi tud olyan szövegeket írni, én kértem rá, tehát amikor a republik dalokat írunk, volt -e a republik dal, megírta a szöveget és azt mondta, hogy csináljunk ebből egy jó könnyes lágert és akkor megírtuk a dalt, stúdióban stúdióba feljátszottuk, hú, kitaláltam, hogy legyen benne egy kis női vokál, ez az amaz, majd utána mondtam a Norvi, hogy te Norvi, figyelj, egyébként ennek a dalnak most már az a cím, hogy a lángok a újra égnek. Mondtam, te, te, figyelj, ez nem rossz, csak ez egy neoton dal lett és meghallgatt az fú, apám, tehát tényleg ez egy neoton. De mondom, figyelj, akkor most az lenne a feladat, hogy én egy másik szöveget légy szíves. És, és megértette, és írt, írt egy baromira jó szöveget, de amire nagyon büszke vagyok, az a Messi Földre vihetnél című dal, aminek a refrényében a Norbi szerintem olyan gondolatokat fogalmazott meg, amelyek örök érvény és csodálatos gondolatok, és ezért mondom azt, hogy ő az a koponya, vagy ő az a szövegíró, Biztos, hogy sokan vannak még, de számomra ő az a szövegíró, aki, aki, mondom, ezeket az értékeket tartalmazza, ami számomra nagyon fontos. Mitől működtök ti jól együtt? Egy zenét szeretünk, az biztos, és szerintem hát hasonló a lelkünk, szerintem azért, azért, azért tud Jól működni egy barátság, egy társaság, egy pár, meg egy család, hogyha egy a lelke. És úgy látszik, hogy az egész zenekarnak akkor ezek szerint valahogy hasonló a lelke. Abszolút, abszolút. Hm. Szövegíres volt a, a téma az iménti interjú részletben. Mi foglalkoztat mostanában? Mert időről időre bizonyos szempontból menetrendszerűen adtok ki lemezeket, talán kicsit tudatosan is építkeztek, úgy, hogy kb. két évente ez megtörténik. Mostanában mi foglalkoztat? Uh, reméljük, megtörténik, most is igen, van egy ilyen kimondatlan uh, zenekaron belüli dolog, hogy nincs nagy para, hogyha nem sikerül összehozni két évente a lemezdar, de, de azért próbáljuk meg. Uh, szerintem most a, az új lemez anyaga az ilyen többször fog szerepelni benne a, a jóisten, meg az élet kérdése, ilyen a, szerintem a Fordul a világ lemezünk után picit uh, Ebbe az irányba fordultatok? Igen, igen, talán, talán igen. Hát jött, jött, volt a Covid, és akkor az kicsit az ilyen mélyebb gondolatokat ébresztett, és, és most valahol, igen, hát most, de ugyanaz, ami mondjuk, amikor György is beszélgetések, hallgattam az előbb, hogy kölyökként is a filozófiai világ világmegfejtések érdekeltek, most talán picit errefele kacsingatunk majd az új szövegekben. Az a helyzet, hogy valahogy a zenekari tagok, kicsit mindig előrébb járnak a saját korosztályuknál, előbb kötnek házasságot, előbb vállalunk gyereket, valahogy minden úgy előbb történik veletek. Most ugorjunk előre gondolatban, tíz év múlva hol fogtok szerintetek, szerinted tartani? Kérdezem úgy, hogy hát túl vagytok már egy a koncerten, tehát hogy látszólag nem tudtok sokkal-sokkal előrébb tartani. Há, nagyon izgalmas dolgok vannak a fejünkben, nyilván ezekből nem is árulnék el sokat, de, de most tényleg hirtelen szerintem, hát tíz évre nem is, mert, de, de mondjuk egy három-négy évre abszolút van, vannak, hogy mondják, ilyen kézzelfogható koncepcióink. Szerintem, tehát nem csak tíz év, hanem 30 év múlva is én azt szeretném, meg azt látom, hogy, hogy egy ugyanilyen nagy család legyünk, lehet, hogy kicsit őszebb lesz majd a hajam, vagy a szakállam, de hogy, de hogy feelingben megérzésre ugyanez kéne legyen, hogy, hogy öröm legyen a zene, öröm legyen együtt lenni, minél több időt, és, és mondjuk olyan, olyan ünnepek, meg karácsonyok, amikor együtt van a zenekar és a családja, tehát egy ilyen igazi, tudod, 20 plusz fős éjszakák, nappalok. Most pont karácsony előtt beszélgetünk, jó, hát egy pár héttel karácsony előtt. De hogyan készülsz már vélekben erre az ünnepre? Mert hogy ez fontos, ahogy hallom tőled. Be, én nagy karácsonyos vagyok, tehát a, a egy hónappal ezelőtt, vagy, vagy három héttel ezelőtt, amikor valamilyen boltban megláttam egy ilyen. Hát, egy ilyen manó volt ott, vagy nem tudom, ez a plusz plus dolog, azt <gül> <gül> vittem haza, és, és megmutattam a családnak, hogy hoztam, mert nálam már kezdődik. Um, Hazautazunk mindenképp karácsony előtt, és karácsony az meg itt lesz, úgyhogy ö, ö, egész hónapban ünnepelünk, december elejétől, december végéig, sőt, január elejéig, ugye ez egy ilyen, ez egy ilyen hosszú négy-öt folyamat, ami alatt mindig odafigyelünk arra, hogy minél több időt legyünk együtt. Együtt van a család. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Önök a Kontúrt, az M5 Portré műsorát látták, adásunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is, jövő szombaton este 6-tól pedig újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!